és mindig ültök el. Tudja valamit! Ó, jövlás! Ez a felállás az igazándiból durván másfél éve létezik, ez a jelenlegi felállás Gergővel, a gitárosunkkal. Mert maga az Amber Smith az 12 éves, és időközben elég sok tagcsere volt. Én is annak idején benne voltam a zenekarban 2000-2001 környéken, aztán utána kicsit abba hagytuk, össze is vesztünk csúnyán, aztán utána nagyon csúnyán összevesztünk. Mint egy házasság. És aztán 2004-től újból beszálltam, akkor már Oszi a basszárosunk, aki most nincs itt, ő is már benne volt. De igazán azt lehet mondani, hogy a jelenlegi felállás az másfél éve van, és amúgy az alap zenekar felállása meg durván olyan 8 éve. Van, igen, ezt valószínűleg egy pár héten belül egy fogjuk forgatni. Ez a Faster Than the Speed of Light, ez a cím a dalnak, és ebben Enikő, a Neomon énekel. Ma este is egyébként a lemezmutatón, úgyhogy, sőt, nagyon valószínű, hogy megkértem, hogy szerepel a klipben is, hogy benne lesz, úgyhogy ehhez. Igazából kicsit hosszabbra nyúlt a lemezfelvétel, amit terveztük. Nem túl hosszúra egyébként, mert pontosan egy éve, tehát így tavaly 2011 februárjában vettük fel az első kört, akkor feltünk 6 dalt, azt hiszem. És eredetileg az volt a terv, hogy aztán nyáron felveszünk még, nem tudom, 4-5-öt, tehát is meglenni egy nagy lemezanyag, és aztán ősszel vagy koratélen kijön majd a lemez. De ez igazából nem jött létre, nem volt semmi gond, így 2-3-4 hónapot csúsztunk, amíg rendesen be tudtuk fejezni a többi dalt. És azért ilyen októberben fejeztük be a felvételeket. És aztán november-decemberben voltak utómunkák, egy-két ilyen javítgatás, ének, bokás, stb. Hát, tehát ez már minimális, nem, hogy januárban lett keverve, tehát akkor volt a végleges utómunka, és azért most jön meg ez a lemez. Igazából két különböző helyen vettük fel. Az első kör, ami tavaly volt, az a Metropol Stúdióban volt, Sándor Danival, akivel nagyon sokan dolgozott mostanában. A másik pedig vicces módon, én sokáig nagyon ellene voltam, illetve én nagyon szkeptikus voltam az ilyen próba helyen, vagy egy saját körülmények között felvett dolgokra, viszont tényleg próbakép csináltunk próba a demo felvételeket, és annyira jól sikerültek, hogy eltereztük, hogy miért ne megintenünk, és megkockáztatom, hogy hát nem is jobban, de mindenképpen maga a felvétel minősége van olyan szinten szerintem, mint egy stúdió felvétel. Körülmények itt megváltoztak, mit tudom én, nem annyira csúnya szóval trendi vagy menő vagy nem is tudom, utána az ilyes vagy a zene, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, akkor az előző lemezünk meg egy introspektív. Úgyhogy én 100%-ig fel voltam arra készülve, hogy ez a lemez nem lesz olyan népszerű közel sem, és még hogyha olyan is lenne a körülmények, akkor is ez egy nehezebben feldolgozható, sötétebb lemez, szerintem kevesebb slágerrel, de igazából eddig, ez nem is sablondoma, de csak tényleg pozitív visszajelzés jött. Nagyon sokan úgy tenni, hogy szeretik, én találkozok emberekkel, mindenki teljesen úgy néz rá, mint hogyha nem tudom, mit alkotnunk volna meg. Vettem az arrogánsan, de tényleg, tehát mások nagyon úgy néznek rá, hogy hát ez egy mekkora egy lemez lett. Úgyhogy igazából megpróbálunk mindent beleadni, nagyon sok vidéki városba eljutni, meg megyünk majd Erdélybe is, úgyhogy meg külföldre. Nem beszéltünk a kedvenc számunkról. Valóban a kedvenc számunkról ilyen lemezem. Hát az én kedvenc számom most jelen pillanatban úgy érzem az új lemezről, hogy az abszolút nem közönségbarátabb száma a Hong Kong Falls, az én kedvencem. A legközönségbarátságtalanabb, nem? Igen, barátság. Azt a kitudja majd... Azért kérdezel a végére? Nem, az koncepció volt, az koncepció miatt, nem azért. Nekem most ez, aztán lehet, hogy mehet közben ez még változik, ahogy jobban közelebb kerülünk. Pláne, hogy azt a számot, azt meg valószínűleg ritkán fogjuk koncerten játszani, mert azért az nehéz falat, tehát így, mert a közönségnek nehéz falat. Az a vicc, hogy
én egészen a lemez megjelenésig nagyon sokat hallgattam egyébként az albumot, telefonon, utcán, otthon, nagyon sokat, és amint megjelent a lemez, érdekes módon úgy abba is hagytam a hallgatást, mert azt gondolom egyébként, hogy egy lemez, vagy bármiféle alkotás, akkor kell érzen életre, amikor önálló életet él, tehát amikor kikerül az emberek közé, és mindenki megtölti a saját tartalmával. Úgyhogy, de vicces mondtán az Unanswered, ami most így, nem tudom, tegnap előtt, azt azért még irányítom a telefonon, majd hallgattam. Alapvetően az történt, hogy voltak dalok a felvételek közben is, amiket nagyon szerettem, és aztán a keverésnél meg, amikor kész lett a lemez, akkor kiderült egy csomó másik dalról is, hogy nagyon szeretem. Mondjuk én szeretem a Your Life is Murder című dalt, amit ma nem fogunk sajnos eljátszani objektív okokból, de az az egyik kedves nekem. Aztán szeretem a Unanswered-öt is, meg a Faster and the Speed of Light-ot a végén az angyalok kórusával, szóval igazából sok olyan, de a Square One, ugye, ami már az EP-n is megjelent, az a húzása miatt talán az a legdinamikusabb dal ezen a lemezem, úgyhogy ezt meg azért szeretem, nehéz egyet mondani. Ez egy jó lemez, aztán elmény. Ja, tényleg nehéz egyet mondani egyébként, de amit még nem mondott senki, és én nagyon szeretem, az a Bourbon and Soda. Nagy életigazságot mond ki. Most zajlanak ilyen fesztivál szervezések. Egy-két fesztiváltól megkapunk visszajelzést, hogy számítanak ránk. Van egy fesztivál, aki azt is mondta, hogy nem szeretnék, úgyhogy hát ez rajtuk múlik igazából. Nem, ahonnan kaptunk pozitív választ, ez a Fishing on Orphy egyébként, és az F-ot viszont, akik pedig úgy jöttek, hogy nem tartanak meg igényt, úgyhogy... Azért a Szigeten eddig még, amikor volt Amber Smith, aktív Amber Smith volt, akkor mindig játszottunk a Voltra, és mindig eljutottunk, úgyhogy bízunk benne, hogy ez idén is így lesz. Egy, és... Sziasztok, mi vagyunk az Amber Smith, és ez itt a Cats.